Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek, és ilyen türelmesen megvártátok a kezdést ebben a csúnya időben. Míg beállnak a többiek, csak egy pár szót mondanék arról, hogy hogy született ez a Betlehem. Szeptemberben még kánikula volt, mikor eldöntöttük, hogy idén karácsonykor Betlehemet szeretnénk állítani. Megbeszéltük a plébános úrral, aki örült neki és bátorított bennünket, és akkor nekifogtunk a szervezésnek. Tulajdonképpen a szeptember második hétvégén a nagy kánikulában megszületett az istáló. A Marus Tánc Együttesnek és a Napvigál Kórusnak a fiúi, a Hoffmann Jóskónak a vezetésével, a Rapoldel Áginál összeszögelték az istálót, aki vendégül látott bennünket. Aztán közben beszereztük a figurákat. Sokan kérdezték, hogy miből vannak. Ez a kirakati babák, egy nő és egy férfi figura, azok lettek felöltöztetve, és hát látszik az eredménye. A kisbabát, a kis Jézuskát, a Sárkány Marikától kaptuk. Még soha nem töltött be ilyen szép szerepet, mint most a Szűz Mária kezében. A bárányokat a Merés Csabi formázta meg, és varta meg. A villanyt a Mester Bélus szerelte. A díszítéshez az ezüstfenyőt a Krebs Józsi vágta a Berceli Gábornak a kertjéből, és hozta el a Horváth Jancsi, nem, bocsánat, a Csabi. Hét elején felhoztuk az istálót, akkor a Nádi és a Jóskó megcsinálták a tetejét, mi pedig feldíszítettük. A kukoricaszárat a Hoffmann Erzsi adta, a kukoricát a Rixer Marikától kaptuk, a Tamás Szilikéjéktől, a Marus Sörkertből kaptuk a szénát, meg a szalmát, és ezt fogarozta a Horváth Jancsi. Köszönjük a Pistinek és a Vajonkának, hogy sokszor nyitott, meg csukott miattunk itt a templomban. Tehát az anyagi feltételeket a sváb önkormányzat biztosította Betlehemhez, de sok ember lelkes munkája kellett ahhoz, hogy megvalósuljon, és ettől lett a mi közös, gyönyörű Betlehemünk. A sváb önkormányzat nevében szeretném mindenkinek megköszönni, aki mellettünk állt és segített, és reméljük a Betlehem mindenkinek az örömére szolgál. Holnap advent második vasárnapján piros palásba öltözött angyal száll a mennyekből, kezében egy nagy serleget hoz. Az angyal szeretné megtölteni ezt a serleget, hogy tele vigye vissza a mennybe. De mit tegyen vele? Játékot? A játékot? Törékeny és finom szövésű ez a serleg, a napsugaraiból készült, nem tehet bele kemény és nehéz dolgokat. Az angyal végigmegy a világ összes házán és lakásán, mert keres valamit. Tiszta szeretetet minden ember szívében. Ezt teszi a serlegébe, s viszi a mennybe. Szeretettel készült a Betlehem. Mi most szeretettel éneklünk, és aki szeretettel meghallgat minket, akkor reméljük, hogy ezt a sok szeretet, szeretetet ebbe az aranyserlegbe, a mi szeretetünket is összegyűjti az angyal, és felviszi a mennyországba. És akkor mindannyian hozzájárultunk ehhez az ajándékhoz. Thank you.
szép adventi készülődést, és áldott boldog karácsony kívánunk mindenkinek. Premierbe veszem a kabátot. Nem tudom, hol kell kikapni. Próbáltam forgatni, vettem a népeket. Nem tudom, hol kell kikapni. Ennyi?